jó legény, jól megfogad lovadnak kantára, hogy el ne tapossa a fűkös belóra. Napsütéses vasárnap délután, nagy család, jó hangulat. Mi más kellene még a sokadik születésnaphoz? Marika néni napra pontosan 95 éve, 1928. február 19-én született, és szerencsére még mindig kiváló egészségi állapotnak örvendhet. Tudok ilyen ott, hogy mi a hosszú élet titka. Nem szabad abba hagyni a levegővételt. Mit tetszik üzenni a fiataloknak, a mai kor generációjának? Hogy egészségesen éljenek, és ne a tévé előtt üljenek, meg a csodát nyomogassák a gombokat, hanem sportoljanak. Az önkormányzat részéről Horváth Miklósné köszöntötte az ünnepeltet. Én arra kérnék mindenkit, akik már úgynevezett szépkorúak, hogy beszélgessenek a gyerekeikkel, az unokáikkal, a dédunokáikkal, mert akkor lesz hiteles a számukra a múlt, a történelem, a hagyomány, amit tovább kell vinni. Marika néni négy testvére közül hárman élnek még, és mindannyian jelen voltak az ünnepélyes délutánon. Ez is azt bizonyítja, hogy manapság is van lehetőség hosszú életet élni, de ahogy az ünnepelt is mondta, ehhez azért tenni is kell, és nem elég hozzá csak az, hogy jó génekkel rendelkezik valaki.